Köszöntöm nézőinket, a mai interjú vendégünk Ódor Bálint, a Magyar Külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára. Köszöntöm Önt is itt a stúdiónkban, Szabadkán. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok. Egy napos szabadkai látogatásra érkezett, amely azt gondolom, hogy eléggé tartalmas volt, hiszen meglátogatta a Magyar Köztársaság főkonzulátusát, a Magyar Nemzeti Tanácsot és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel is tárgyalt. Miről volt szó? Adódik a kérdés. Még július elején jártam Belgrádban, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy segítsük és támogassuk Szerbia-európai integrációs folyamatát, és ezzel, hogy a magyar EU elnökség utáni napokban az első útunk Belgrádba vezetett, ezzel azt akartuk kifejezésre juttatni, hogy nagyon fontosnak tartjuk a Nyugat-Balkán térségének a közeledését az Európai Unióhoz. Ugye azzal, hogy Horvátország csatlakozási tárgyalásait sikerült lezárni nyáron, ez egy nagyon fontos jelzés volt, hogy igenis a Nyugat-Balkán országainak van perspektívája, amennyiben azokat a feladatokat és azokat a feltételeket teljesíti, amelyek szükségesek az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, akkor van lehetőség ennek a térségnek is az Unióhoz való csatlakozásra. Tehát én akkor ott jártam Belgrádban, találkoztam a külügyminisztérium, illetve az Európai Integrációs Ügyek Hivatalának a vezetőivel, és arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk konkrétan segíteni ebben a folyamatban. Tehát most idén várható és reményeink szerint megkapja Szerbia a tagjelölti státuszt, ami egy nagy lépés lenne előre ezen az úton, tehát az Unióhoz való közeledés útján, illetve ugye szó van arról is, hogy csatlakozási tárgyalások időpontjáról is születhet döntés. Ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy október közepén fogja a bizottság nyilván valóvá tenni és közé tenni a véleményét arról, hogy Szerbia milyen lépéseket tett az integráció útján, és akkor ezt követően elindul az egyeztetés majd a 27 tagállam között, és decemberben fog születni egy döntés. Tehát én azért jöttem most ide, mert akkor nem volt sajnos arra idő, hogy a magyar szervezetekkel is beszéljünk. No, a fő téma itt is az Európai Uniós együttműködés, illetve a magyar-magyar együttműködés Európai Uniós ügyekben. Azt gondolom ugyanis, hogy nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben is mi adjunk olyan tájékoztatást, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyek a következő időszakban napirenden szerepelnek, és hogy melyek a magyar szempontból a legfontosabb ügyek. Milyen lehetőségek vannak akár itt a határmenti együttműködésekben, akár még így még nem tagjelöltként, vagy akár mikor már tagjelölt lesz az ország? Ugye van egy nagyon fontos lehetősége már Szerbiának is, ez az előcsatlakozási eszköz, úgy úgynevezett IPA, amely körülbelül 200 millió euró támogatást biztosít évente Szerbiának. Ennek egy nagy része az intézményfejlesztés, olyan 170-180 millió euró, de 10 millió és 10-12 millió euró között van évente az a támogatási összeg, amelyet határmenti együttműködésre lehet felhasználni. És itt ugye különböző területek vannak. Én azt gondolom, hogy ez az eszköz, ami a csatlakozási tárgyalások során is rendelkezésre fog állni. Ennek az összege az a következő 3 évre van fixálva, de ezt követően ugye újabb lehetőségek nyílhatnak meg. Tagjelölti státusszal kapcsolatban a nyár közepén hát nagyon pozitív előjelek mutatkoztak, mivel hogy a szerb kormány, illetve a szerb vezetés, illetve a szerb belügyi szolgálatok elfogták a két körözött hágai vádlottat. Aztán jött a koszovói kérdés, amely most ismét beárnyékolja ezt a reménykedést, hogy úgy mondjam, pláne azok után, hogy Angela Merkel, német kancellárasszony itt járt, és azt mindenkinek a tudtára adta, hogy nem lehet elvonatkoztatni Koszovó kérdését az Európai Uniós integrációtól, és ez mennyire befolyásolja ezt a történetet, illetve mennyire realitás még mindig ez a tagjelölti státusz az önvéleménye szerint így külső szemmel? De azt gondolom, hogy számos feltétele van annak, hogy Szerbia megkapja a tagjelölti státuszt. Ezek között szerepelt a két említett személy kiadása Hágának. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések voltak ebben az irányba. De még vannak egyéb feladatok is. Ugye azt említette Angela Merkel látogatását Belgrádba, aki elmondta a német álláspontot, és azt jelezte, hogy komoly előrelépést tart szükségesnek a Pristina-Belgrád
vagy Belgrád-Pristina párbeszédben. Azt gondolom, ez egy általános elvárás egyébként tagállamok körében is, hogy itt történjen előrelépés a párbeszéd során, tehát konkrét kérdésekben legyen előrelépés. Mi is ezt mondjuk, Magyarország is, hogy fontosnak tartjuk ezt a párbeszédet. Én azt gondolom, hogy a következő hónapok fogják eldönteni azt, tehát még nagyon korai azt mondani, hogy pontosan mik az esélyek, hogy a decemberben, amikor összeülnek a külügyminiszterek, illetve európai miniszterek Brüsszelben, akkor milyen döntést hoznak, illetve ezt követően tehát a miniszterelnökök az Európai Tanácson. Én azt gondolom, hogy először ugye az első lépcső, hogy a bizottságnak lássuk az objektív véleményét, és ezt követően lesz lehetőség arra, hogy egyeztessünk. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy támogassuk Szerbiát ebben a törekvésében is, hogy megkapja a tagjelölti státuszt. És azt hiszem, hogy ezzel nem vagyunk egyedül egyébként, tehát a több tagállam nagyon komolyan kifejezte támogató szándékát, és látnunk kell, hogy addig mi történik. Tehát itt azok a feltételek, amelyeket ugye támasztott az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió tanácsa az elmúlt időszakban, azok hogyan teljesülnek. Magyar-magyar kapcsolatokról is, magyar-magyar kapcsolatokat is említette az imént, hogy azokról is tárgyalt itt Szabadkán. Milyen előrelépések lehetségesek még? Mert hogy azt gondolom, hogy az elmúlt időszakhoz képest a kormányváltás óta nagyot fejlődött ez a kapcsolat. Igen, tehát mi alapvetően csak az Európai Uniós kérdésekben néztük meg azt, hogy hogyan lehet együttműködni, hol vannak azok a kérdések, amelyek magyar érdeket érintenek. Tehát mi nem a magyar-magyar párbeszédről beszéltünk, ugye az nem a mi feladatunk, de alapvetően azt gondolom, hogy elindul ugye a következő időszakra vonatkozó 7 éves pénzügyi költségvetési tervezés. Ennek a vitája már elindult, ez egy nagyon fontos kerete lesz a Magyarország és a magyar érdekek megjelenítésének is. Ugye itt a 2013-ig van egy elfogadott úgynevezett pénzügyi perspektívája az Uniónak, ez meghatározza azt, hogy milyen célokat kövessen az Unió, és mennyi forrást rendel emellé, tehát hogy hogyan tudja ezeket a célokat megvalósítani, milyen pénzeszközöket állít ebből a célból rendelkezésre. És azt gondolom, hogy itt most nagyon fontos lesz a következő időszakban, hogy a kohéziós politika, amelyik azokat az infrastruktúrális beruházásokat segíti és támogatja, amelyek nagyon fontosak a felzárkózás szempontjából, illetve a közös agrárpolitika, ami részben a gazdáknak a közvetlen kifizetése, ezek megmaradjanak és erős politikák maradjanak. De természetesen áttekintettünk határmenti együttműködésben erő lehetőségeket is, és azt is, hogy melyek azok az ügyek az említett kohézió közös agrárpolitikán túl, ahol érdemes nekünk együttműködni. Hadd említsem még meg a vízum kérdést, ami szerintem ugye nagyon fontos vívmány volt, és egy eredmény az elmúlt időszakban Szerbia vonatkozásában is, és a szerb állampolgárok is így számára is, hogy vízummentesen utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba. Nagyon fontos, hogy ezt a vívmányt, ezt az eredményt megőrizzük. Ugye itt van egy folyamat, hogy a bizottság figyelemmel kíséri, hogy hogyan alakul a menedékkérők száma, és hogy a vízummentességet föl tudjuk tartani. Tehát Magyarország ezért is mindent meg fog tenni. Azt hiszem, hogy ez tényleg egy nagyon közös, fontos közös érdek. Határátkelők hely kérdése esetleg felmerült, hogy esetleg további határátkelő helyet lehetne nyitni, mert így nyári időszakban nagyon-nagyon a sorok a határon. Nem, ez nem merült föl. De van erre lehetőség? Van lehetőség is, igen. És ugye ez nagyon fontos, hogy a schengeni övezet, tehát az a lehetőség, ugye, hogyha belépünk az Európai Unió egyik tagállamába, amelyik a schengeni övezethez is tartozik, akkor utána ellenőrzés nélkül utazhatunk. Na most itt is nagyon fontos, hogy a határőrizet és a határ menti együttműködés, de határőrizet az megfelelő legyen, és itt is fontos az együttműködés Szerbiával. Ugyanis ugye folyamatban van most egy olyan új jogszabálytervezet is az asztalon van, amelyik ezt a schengeni övezetnek a reformját jelenti, ami be akar vezetni, vagy be kíván vezetni egy olyan lehetőséget, hogy bizonyos esetekben a tagállamok visszaadíthassák a saját belső határellenőrzésüket. Tehát ez egy fontos kérdés lesz a következő időszakban. Ugye ez két esetben, a jelenlegi tervek szerint két esetben lenne lehetséges. Egyrészt akkor, hogyha egy ország nem képes ellátni a külső határőrizetet, tehát nem képes védeni az unió külső határait. Ez Magyarország esetében ugye nekünk is külső határ, szakasz egyelőre a magyar-szerb határ,
illetve az esetben, hogyha egy nagy számú menekült, hát vagy illegális bevándorló jelenik meg, és egy nagy nyomás van a külső határon. Úgyhogy ennek a vitája is most lesz folyamatban, és nagyon fontos lesz ennek a kimenetele, mert ugyanis nagyon fontos megőrizni a schengeni övezetnek az elért eredményeit, tehát meg kell tartsuk az schengeni övezetet, és ezeket a lehetőségeket mi azt szeretnénk, hogy akkor lehessen alkalmazni, hogyha már más megoldás nincsen. Tehát egyfajta ilyen utolsó mencsvárként kerüljenek ezek alkalmazásra. Térjünk vissza egy kicsit az időben. Magyarország töltötte be az Európai Unió elnöki posztját az év első felében. Voltak bírálatok ugyan, de végkövetkeztetés akár Magyarországról, akár külföldről is általában többségben voltak azok, akik azt mondták, hogy sikeresek voltak. Mekkora munka volt ebben? Hát rendkívül komoly erőkkel készültünk az elnökség időszakra, és hát nagyon sok energiát fektetünk abból, hogy ez egy sikeres elnökség legyen, tehát a végrehajtás az megfelelő legyen. Azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jól sikerült fél év van mögöttünk, és ez egy új tagállamnak egy nagyon fontos időszak, mert ez az első alkalom, amikor meg tudja mutatni, hogy képes az európai vitákban egyfajta közvetítő szerepet játszani, és képes irányítani ezeket az európai vitákat. És emellett ugye nagyon sokat tanultunk is, mert beleláttunk abba, hogy hogyan születnek meg a döntések, azt is megtanultuk, hogy hogyan lehet befolyásolni ezeket a döntéseket, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket és ezeket az eszközöket most arra fordítsuk, hogy a lehető leghatékonyabban, legjobban tudjuk érvényesíteni a magyar érdekeket. Mert ugyanis most mi a 27 ország közül egy vagyunk a tanácsban, tehát az asztal körül mi egy ország vagyunk, van 12 darab szavazatunk a tanácsban, de ezen kívül, ezen túl vannak ugye egyéb fontos szempontok is ahhoz, hogy a döntések milyen, tehát hogy milyen döntések születnek. Én azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a 12 szavazatunkkal éljünk, hanem használjuk azokat a lehetőségeket is, amelyek az úgynevezett informális érdekérvényesítési eszközök. Tehát, hogy legyen egy nagyobb befolyása Magyarországnak az uniós döntésekre, mint korábban volt. Erre most rendkívül jók az esélyeink, ezért nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a lehető legjobban beazonosítani, hogy mi a magyar érdek azokban a kérdésekben, amelyekről részben most beszéltünk. Tehát a schengeni övezetnek a változása, vagy a költségvetés kérdésében, vagy a közös agrárpolitikának a reformja során, vagy a kohéziós politika reformja során, vagy akár a vízum kérdésben, és azokat a lehető leghatékonyabban tudjuk érvényesíteni. Tehát az elnökség egy jó eszköz volt erre. És ez mindenképpen egy pozitív kép. Tehát nem azért volt csak jó, hogy sikeres volt az elnökség, mert ezzel kipipálhatjuk a feladatot, hanem azért volt fontos, hogy sikeres legyen az elnökség, hogy a következő 5-6-10 évben tényleg tudjuk meg hatékonyabban és eredményesebben tudjuk megjeleníteni a magyar szempontokat az európai döntésekben. Azt a hosszú távú célt is szolgálhatja talán, amit a külügyminisztérium, illetve külügyminiszter úr sokszor hangoztatott, hogy erős Közép-Európát szeretne Magyarország, és egy közép-európai politikát folytatna. Miben merül ez ki? Gazdasági együttműködések, gondolom, akár civil szervezetek együttműködése? Igen, azt gondolom, hogy a külügyminiszter úr azt mondta, hogy Közép-Európának nincsenek határai. Ez nagyon sok mindent magában ölel. Valóban az a nagyon fontos, hogy ne csak az országok és a kormányok működjenek együtt, hanem a lehető legszélesebb körben, és az emberek kerüljenek mindennapi kapcsolatba egymással. És itt hadd térjek én is arra ki, hogy mennyire fontos a közép-európai együttműködés. Tehát a tavaly nyár óta rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy jó szomszédsági kapcsolatban ápoljunk, és a jó együttműködést alakítsunk ki a szomszédos országokkal, és szélesebb értelemben véve a térség országaival. Ezt folytatni is kívánjuk, és többek között azért is, mert nagyon fontosnak tartunk bizonyos olyan elveket és értékeket, amelyekhez ragaszkodtunk mindig is az elmúlt 20 évben. Tehát azt gondolom, hogy például a nyitottságát az uniónak fontos megőrizni és megtartani. És ezért is az egyik nagyon fontos prioritása Magyarországnak most a Nyugat-Balkán térség integrációs törekvésének a támogatása. És az, hogy közelebb kerülhessen bárki az unióhoz, aki az az ország, amely ezért lépéseket tesz. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ne zárjuk be a kapukat. A bővítés az egy nagyon jó eszköz és lehetőség arra, hogy bizonyos belső reformok is felgyorsuljanak. És közelítsük azokat a társadalmi, gazdasági struktúrákat ezekben az országban, amelyek az Európai Unióban léteznek.
A másik fontos szempont, hogy miért is fontos az együttműködés, az az, hogy olyan ügyeink vannak, olyan közös ügyeink vannak, amelyekért közösen kell fellépnünk. Megint csak visszautalnék a költségvetés kérdésére, ahol azt látnunk kell világosan, hogy ha egyedül lépünk föl Magyarország, azért, hogy legyen egy erős kohéziós politika, vagy megmaradjon a közös agrárpolitikának a mind a két pillére, és az erős maradjon, ahhoz mi kevesek vagyunk, tehát nekünk együtt kell működnünk azokkal, akiknek hasonló érdekeik vannak. És közép-európai térségben ezek az érdekek egyeznek. Tehát ezért is egyfajta természetes szövetségesek nekünk a visegrádi országok, illetve tágabb értelemben véve a közép-európai országok. Épp ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire vevők a környező országok erre a politikára? A környező országoknak is nagyon fontos érdekük, hogy együttműködjünk. Amit én említettem területeken, hogy együttműködjünk, és azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben sokat javultak a Magyarország és szomszédos országok közötti kapcsolatok. A magyar-szerb kapcsolatok is. És azt hiszem, hogy nagyon sokat javultak a magyar-román kapcsolatok és a magyar-szlovák kapcsolatok is. Tehát személyesen én is tapasztalattam azt, hogy rendkívül jó együttműködést tudtam például kialakítani a román kollégáimmal. És tényleg nagyon hatékonyan, célorientáltan tudtunk együtt dolgozni annak érdekében, hogy azok a közös ügyek, amelyek őket is és Magyarországot is érintik, azokban tényleg előrelépés történjen. Tehát például a schengeni övezetnek a bővítése, ami ugye azt jelenti, hogy megszűnne a határellenőrzés magyar-román határon, amennyiben schengeni övezetbe bekerül Románia. Ezért nagyon sokat tett Magyarország, mint elnökség is. Tehát megpróbáltuk összebékíteni azokat az álláspontokat, amelyek azt mondták, hogy nem csatlakozhat még Románia és Bulgária ez az övezethez, mert még nincs kész. Megpróbáltuk megoldást nyújtani azoknak, ezeknek az országoknak. És ezek az országok egyébként nem kis országok voltak, hanem például Németország vagy Franciaország. És ezért nagyon sokat tettünk, és azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt, és ez egy fontos dolog volt, mert ezzel kifejezésre jutottuk azt, hogy számunkra hosszú távon fontos a jó együttműködés Közép-Európában, és a jó kétoldalú együttműködés Romániával. Valóban nagyon jók a politikai kapcsolatok a két ország között, Magyarország és Szerbia között. Ezt jelzi az is, hogy a legfelsőbb szinteken rendeznek találkozókat, például Orbán Viktor is, a miniszterelnök úr is az EU elnökség előtt is, és azt követően, vagy a közben is járt Belgrádban. A gazdasági szakemberek viszont kicsit hiányolják a magyar befektetéseket Vajdaságból. Erre van-e valami előrejelzés, hogy lesz több befektetés, vagy van-e erre mutató irányzat? De azt gondolom, hogy valóban fejleszteni kell a kapcsolatokat az összes területen. Tehát ez most a következő időszakban a magyar prioritás. Magyarország tényleg ide fordul a térséghez, ideig is ide fordul, de most szeretné az energiáit ennek a térségnek a felzárkozására és az EU-hoz való közeledésének a segítésére fordítani, és ez szerintem kiterjed azt hiszem az összes lehetséges területre. A kettős állampolgársággal kapcsolatban sem volt semmiféle érdekellentét szerb és magyar viszonylatban. A külügyminisztériumnak milyen szerepe volt ebben a kérdésben? Azt hiszem, hogy tényleg valóban nem volt ez soha kérdés Szerbiával. Tehát nem volt ebben sem soha olyan felmerült vitás kérdés, amelyet meg kellett volna oldani. Ugye ez a külügyminisztérium fontos szerepet játszik abban, hogy a szabadkai főkonzulátuson az állampolgársági eskük megszületnek, tehát az állampolgársági kérvényeket elbírálják, és az egész ügyben ugye sokat tesznek. De a külügyminisztérium egyébként ebben a kérdésben nem kellett szerepet játszania. Zöggenőmentesen is zajlanak az eskütételek. Nagyon itt lehet útlevelet is csináltatni, vagy készítetni. Mekkora befektetés volt ez, vagy erő átcsoportosítás? Hát igen, ez pontos számokat nem tudok mondani, de valóban, hát ugye nagyon sok adminisztratív munkát jelent ez a külügyminisztériumnak és a főkonzulátusoknak. Itt alapvetően ugye a Csíkszereda és Szabadka egyébként a két úgymond legnagyobb főkonzulátus, ahol a legtöbb kérelemet benyújtják, és ahol a legtöbb eskütétel is megtörténik. Tehát ez a két főkonzulátus, igen, tehát adminisztratív feladatokat jelent ez. De hát erre ugye költségvetési forrásokat is el lehetett különíteni. De az nagyon fontos, amit ön említett, hogy minden zökkenőmentesen zajlik.
Európai Uniós ügyekben, akkor ezentúl is számíthat Szerbia Magyarországra. Ez leszögezhető itt. Azt hiszem, hogy ez talán egy nagyon jó végszó, és én ezzel kezdtem is, és akkor jó is ezzel befejezni. Igen, valóban, és nem csak a szavakban, hanem tettekben szeretnénk segíteni az ország integrációs útját, tehát szeretnénk konkrét segítséget adni, szakmai segítséget és politikai támogatást is az országnak, hogy előre tudjon lépni ezen az úton, ami szerintem egy nagyon jó lépés. Tehát az Európai Unióhoz való közeledés, ez egy nagyon jó irány. Akár a tapasztalatokat is átadhatja Magyarország az integráció folyamán szerzett tapasztalataira gondolok. Abszolút, tehát azt hiszem, hogy ez az egyik együttműködési terület, hogy mi a tagságra való felkészülésünk tapasztalatait, tehát a csatlakozási tárgyalások során felhalmozott tapasztalatokat, az tagságunk első 7 évének a tapasztalatait, illetve az elnökség során megszerzett tapasztalatokat, tehát ez már egy nagy csomag, ezeket át tudjuk adni, amelyek azt hiszem, hogy nagyon fontosak ahhoz, hogy megértse egy ország, hogy pontosan melyek a legfontosabb döntés, kik a legfontosabb döntéshozók, mit kell tenni ahhoz, hogy valóban elismerjék azt a teljesítményt, amit egyébként megtesz annak érdekében, hogy elnyerje mondjuk adott esetben most Szerbia a tagjelölti státuszt, illetve utána, amikor elkezdődnek a tárgyalások. Tehát a tárgyalások is, csatlakozási tárgyalások is egy kicsit már mások, mint Magyarországgal voltak. Ugye Horvátország és Törökország is már más keretek között tárgyal. Kicsit bonyolultabb lett a tárgyalási olyan értelemben, hogy a folyamat olyan értelemben, hogy ahhoz, hogy egy fejezetet, ugye 35 fejezetre bomlott, vagy oszlott a horvát tárgyalás, és mind a 35 fejezetet ugye most már lezártuk, tehát befejeződtek a tárgyalások, de ahhoz, hogy egy tárgyalási fejezetet meg lehessen nyitni, már ahhoz is feltételeket kell teljesítenie egy országnak. Tehát egy kicsit ilyen szempontból nehezebb a folyamat, de azt gondolom, hogy az tagjelölt ország komolyan veszi azt, hogy ő szeretné ezt a folyamatot lezárni, akkor ennek megvan a lehetősége, és ezt mi mindig is ki fogunk állni emellett. Tehát ezért is hangsúlyoztam, hogy nagyon lényeges az unió nyitottságának a megőrzése. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt, így rövid szabadkai látogatása során a mi stúdiumban is ellátogatott, és legközelebb is várjuk szeretettel. Köszönöm szépen. Interjú vendégünk Ódor Bálint volt, a Magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára. Köszönjük önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.